története a Jézus szíve kilátónak? Hát itt vagyunk ezen a gyönyörű helyen. Ez egy nagyon-nagyon különleges hely. Különleges hely azért, mert ide jártak ki régebb a környező falvak lakói, hogy megünnepeljék a termés ünnepét. Különleges hely azért, mert 2005-ben innen zúdult be a nagy árvíz, ami ember emlékezet óta nem volt. A megálmodók nem maguknak készítették ezt, hanem az utóduknak, és abban reménykednek, hogy még sokáig fognak gyönyörködni itt a környező falvak lakói és az erre járók. Tehát ezért időálló anyagból próbálták elkészíteni. Tehát a karok, a fej és a palást az rostamentes acélból készült, a váz pedig acélból, acélvázra építették. Akkor ezért nem jöhetett szóba például, hogy fából vagy kőből készítsék? Igen, tehát mindenképp időállót akartak és biztonságosat merednek. Ugye a rendeltetése nem csak szobor, hanem még kilátóként is szerepel. Hát ez az alkotás 21 méter magas, el lehet látni itt a környéken, egészen a fogarasi havasokig. Lehet látni a környező falvakat. Mert hogy ez több települést fog össze, ugye? Nem lehet azt mondani, hogy csak egy falujé. Nem, hát itt a környező falvak, Malomfalva, Farkaslaka, Bogárfalva, Ülke, Tibót, Szent Tamás, Oroszhegy, tehát minden falut magába foglal. Miért tartották fontosnak, hogy a Gordontetőn egy katolikus zarándok helyet és egy kilátót hozzanak létre? Csak annak a népnek és nemzetnek van jövője, amelynek a szűzanya vigyázza életét, és a szülők hallják Jézus szavát, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. És ebből a gondolatokból illetődtel a Krisztus kilátó megálmodói, és akkor elhatároztak, hogy egy áldó Krisztus szobrot fognak a templommal szembe felépíteni. A Gordon nevet még Tamás Járon örökítette meg, és ez egy jó hangzó név lett annak a műnek, amit Magyari Árpád, az én férjem vezetésével ide felépítettek. A szobor létrehozása az arról tanúskodik, hogy az ötletgazda, az ön férje nagyon vallásos volt. Voltak neki még társai, vagy egyedül karolta fel ezt a projektet? Igen, hát voltak nagyon sokan, akik segítették, például Hajdó István félsperes, ő is a Bogárfalvának a szülöttje ebben az ügyben mellé, hát ugye a templom építésben, mindennek a Krisztus kilátó építésének az ügyében. Ugyanakkor a Péter János Árpádnak az üzlettársa, a barátok, a család, a környező falvak lakói és a közbirtokosság mind mellette voltak. És ezeknek az embereknek az együttes gondolkodásából épült fel ez a Krisztus kilátó szobor. Ütköztek nehézségekbe a létrehozás folyamán? Nagyon-nagyon sok nehézségbe ütközött, hát nagyon sokan nem akarták. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de azért mégis kitartóan elkészült ez a szobor. Mit jelent a környező falvak embereinek ez a Jézus szíve kilátó? Hát ez az áldó Krisztus jelenléte nagyon-nagyon sokat jelent a környező falvak embereinek, jelent a székelységnek, a magyarságnak és a 21. század emberének.